hogy ahogy bejött ugye március közepén a karantén, és hogy akkor online dolgozol, és nagyon sok embernek bizonytalanná vált a jövője, elvesztette akár a munkáját, akár a bizalmát a munkában, akár mai napig is saját húgom is olyan területen dolgozik, utazás szervezésben, hogy most éppen még dolgozik, de hát ki tudja, hogy meddig, meg mi jön az ő szám, stb. Hogy tényleg rengeteg ember, aki kicsit is belekóstolt a hálózatépítésbe, az megértette, hogy ezt most nagyon érdemes tolni. Nagyon-nagyon érdemes tolni. A termékek miatt is ugye az egészség szinte minden hálózatban nagyon fókuszban van, nagyon fontos, meg hát az otthonról végezhető, online módon végezhető munkavégzés miatt, tehát nagyon-nagyon robban. Tehát van olyan, nem tudom, ti mennyire követitek így a nemzetközi trendeket, volt olyan cég, és nem tegnapi cég, tehát nem kétnapos, meg háromnapos cég, aki ilyen 20-30%-ot nőttek márciusra, februárról márciusra, meg márciusról áprilisra is. Tehát brutális, brutális milyen növekedés volt itt a hálózati világban. Akkor át kell fogalmaznom azt a kérdést, mert volt ugye egy ilyen feltett kérdés, hogy látod, hogy hogy vészelték át az MLM cégek ezt a Covid időszakot, akkor a többség... Hát, Nem is értem a kérdést, hogy miért átvészelték. Hát óriásit növekedtek MLM cégek. Tehát biztos volt olyan, aki átvészelte, de annak, aki kicsit is megértette ezt, hogy otthonról tud dolgozni, gyakorlatilag tényleg egy számítógéppel világot el tudod látni információval. Neked nem kell csinálni, nem kell kimenni sehova, nem kell még postáznod sem kell, mert a cég ezt intézi, tehát tényleg otthonról tudsz koordinálni mindent, világ legjobb üzlete a home office meg az egészség együtt. Tehát akinek ez most nem esett le az elmúlt fél évben, az nem tudom, hova járt iskolába, vagy hol, mit csinálta. Tehát ez olyan szintű, utoljára 2008-ban volt ilyen, amikor ugye jött a nagy válság, és akkor is az volt, hogy kiderült, hogy az MLM az egyetlen, ami igazán válságálló. Mert akkor is az volt, hogy nagyon sok ember elvesztette a munkáját, nagyon sok ember elvesztette meg tönkrement a vállalkozása, és egyszer az történt, hogy aki hálózott, ugye ott is megtorpantak a hálózatok egy pillanatra, de ahogy akik tudtak lépni, ahogy megértették, hogy mi az új kihívás, hogy mi az új világ új kihívása, meg mik a feladatok, azok néhány nap alatt összeszedték magukat, vagy néhány hét alatt, és aztán következő hónapra már újra növekedtek. Ha van egy jól működő, egyébként jól működő MLM cég, ahol a norm, rendben van a termékellátás, a termékminőségben nem nyúlnak bele, tehát korrekt cégről beszélünk, kifizeti a jutalékokat, akkor te, mint aktív hálózatépítő, te nagyon gyorsan tudsz igazodni. Tehát te neked lehet offline módon dolgozni, lehet online módon. Dolgozhatsz otthonról, dolgozhatsz nem tudom, az erdő közepéről, a laptopodra, egy kilátó tetejéről, hogyha neked az ott szeretsz dolgozni, a medence partjáról, vagy bárhonnan, bármikor újra kezdheted a csapatodat, ha valakivel nem szeretsz dolgozni, keresel mást, akivel szeretsz dolgozni, ha nem tudom én, nem működött ez a módszer, akkor holnaptól kipróbálhatsz egy másik módszert, tehát hogy fantasztikusan rugalmas tud lenni a hálózatépítés, és ez ugye egy válság időszakban mindig az nyer, aki hamarabb tud alkalmazkodni.